A Madaras József színész Csillaga címmel szobrot avattak a Málvaszódi lakótelepen. Nárcisz ültetés a Nyúldombon. Az 1956-os forradalomra emlékező rendezvénysorozatot ajánljuk figyelmükbe. Köszöntjük Önöket! Az Aszódi úti lakótelepen szobrot avattak Madaras József Kossuth Díjas színművészről a tavaly róla elnevezett parkban. Az eseményen családtagjai és számos pályatársa is részt vett. Madaras József színművész 1937-ben született Erdélyben, családjával 1948-ban telepedtek le Magyarországon. Gyermekévei egy részét az Aszódi úti lakótelepen töltötte. Robosztus munkás és paraszt figurák, sorsukkal elégedetlen, kitörni vágyó kisemberek megszemélyesítőjeként vált ismerté. Legnagyobb színpadi sikerét Fejes Endre Rozsda temető című színművében aratta. A rá emlékeztető, legjellegzetesebb figurákat Jancsó Miklós és Kovács András filmjeiben alakította. Az országos népszerűséget egy filmsorozat hozta meg számára, melyben Kántor a nyomozó kutya rendőrgazdáját, Csupati őrmestert alakította. Madaras József 1996-ban Kossuth díjat kapott, 2007-ben hunyt el. Egykori lakóhelyén, az Aszódi úti lakótelepen tavaly parkot neveztek el róla, ahol most emléket is állítottak neki. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásából valósult meg Szórádi Zsigmond szobrászművész alkotása, Madaras Józseffel szemben hűséges szereplőtársa Kántor is helyet kapott. A szoboravat ünnepségen Kálai Gáborné alpolgármester, Sajó Ákos a terület önkormányzati képviselője, a szobor létrehozásának kezdeményezője, dr. Feledi Balázs művészeti író, Balázsovics Lajos Balázs Béla díjas színész rendező és Koltai Róbert Jászai Mari díjas színművész filmrendező mondott beszédet. A szoboravatáson a művész családtagjai, testvérei, volt felesége és gyermekei is részt vettek. Édesapja szobra látható ön mögött, milyen érzés ránézni erre a szoborra? Nagyon jó érzés, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ez az esemény és ez a szobor létrejött. Nagyon-nagyon megható volt, nagyon-nagyon szép mondatokat hallottunk, és felkavaró is volt egyben, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm a minden szervezőnek és résztvevőnek ezt, hogy létrejött. Mi a legerősebb kép, ami édesapjából él önben? Melyik a legmeghatározóbb élmény vagy kép róla? A magánéleti, amikor fölkeltünk reggel, és nyújtózkodott a lépcsőn, és húzózkodott, és a reggeli hangtornáját végezte, ahogy utána nevettünk, rántottát készített. Tehát ezek az együtt töltött nagyon-nagyon jó időszakok. Én sokat laktam vele egyébként. A filmjei közül meg a vicceseket szerettem, mint minden gyerek akkoriban, és a mai napig is azokat sokkal jobban preferálom. 10 voltunk testvérek, és 48-tól 9 elején. 45-én jöttünk ide, és azóta én itt lakom. Azóta még mindig itt lakom én. Többiekkel kerültünk mindenfele. Én a Vámház körúton lakok. A mamát úgy színész. A világon nem tudja elmondani, mint az öcsék. Többször látom ebben a Kántorban, mindig elszúrom magamat, még mindig. De mindegyikben jó karakteret játszott, meg úgy színházban, filmben, mindegyikben. 3-szor játszottam, hogy hát ő mindegyikben óriási szerepet játszott, de konkrétan 2-ben, hogy nekem is komolyabb szerepem volt a Pókfoci című filmben, ahol felejthetetlen alakítást nyújtott. És hát ami még közelebb hozott bennünket, Zsarumeló című kétrészes Gágy György által rendezett tévésorozat, amiben én voltam az ő főnöke, mind a ketten nyomozók voltunk, de szerintem egy nagyon-nagyon jól sikerült, és itt nagyon megcsillogtatta az utánozhatatlan humorát is. Egész ember volt, akiben egyszerre volt meg a legnagyobb huncut pajkosság, és a hihetetlen drámai, megrázó drámai erő. Amúgy szigorú volt, tudott nagyon kemény lenni, de nagyon jó barát is egyszer. Ezzel a szoborral úgy gondolom, hogy egy új gondolat került ide a telepre, az Aszódi telepre. Egy múlt,
egy jelen és egy jövőnek a találkozási pontja, és ez igazából a szobrászművész jól kitalálta, hogy ezek utaknak a találkozása. És ezek az utak, ez remélem, hogy nem csak hogy keresztezik egymást, hanem erősítik is egymást, és ez a telep előbb-utóbb a megfelelő szintre, színvonalra fog tudni kerülni. Ez erősíteni fogja az embereket abba, hogy higgyenek, hogy ez a környék ez élhető és fejleszthető, felveheti a többi ilyen lakóteleppel is a versenyt. A József Attila lakótelepi óvodákból és iskolákból 300 diák, valamint az idős klubok tagjai vettek részt idén is a generációk közötti hitteremtés jegyében zajló narcisz ültetésen a József Attila lakótelepi Nyúldombon. Ferencváros önkormányzata és a Magyar Hospice Alapítvány 5. alkalommal megtartott közös rendezvényének célja, hogy érzékenyítsék, nyitottá tegyék a gyerekeket, fiatalokat az idősebb korosztályokkal, beteg emberekkel szemben. A gyerekek idén is elmondták jó kívánságaikat, majd az éppen eresztették a sárga lufikat. Ezt követően összesen 150 darab remény szimbolizáló narcisszhagymát ültettek. Tavasszal a narcisszok kivirágzását, a hagyományukat folytatva futással ünneplik majd meg. Az 1956-os forradalom és szabadságharc több fontos helyszíne is Ferencvárosban volt. A forradalom 60. évfordulójára nagyszabású programsorozattal készül Ferencváros önkormányzata. Most ezt ajánljuk figyelmükbe. Úgy gondolom, hogy egy nagyon szép és tartalmas és nagy programsorozatot sikerült összeállítanunk erre az alkalomra, ami hát mindenféleképpen itt Ferencvárosban nagyon fontos, hiszen Ferencváros ennek a forradalomnak az egyik kiemelt helyszíne volt. A 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott emlékbizottságnál pályáztunk, és a programok nagy része ennek a pályázatnak köszönhető. Sőként ugye a Pince Színházas programokról beszélnék, itt lesz 3 pódiumbeszélgetés, ami nyilván az előzményeket, magát a forradalmat és az azt követő megtorlási időszak fogja bemutatni. A másik ilyen rendezvény sorozat, itt ami a Versek szódával 1956 címet viseli, azokkal az írókkal és költőkkel találkozhat a közönség, akik vállalták az 56-os forradalomnak a szellemiségét, és vállalták akár a börtöntést, a megpróbáltatásokat. Következő kiemelt nap az október 21-e, ez egy pénteki nap. 12 óra 30-kor indul a mobil applikációs bemutató séta a Bakács térről. Ennek a sétának a során azokat a helyszíneket járhatják végig az érdeklődők, ahol Ferencvárosban a forradalomnak az eseményei zajlottak. A következő program ezen a napon, tehát 21-én pénteken, 2 órakor lesz, ez a Ferencvárosi Művelődési Központban. A képviselőtestület által alapított Ferencváros 56 díjnak az átadása lesz. Délután 4 órakor kerül sor egy könyv bemutatóra, ez szintén a Pince Színházban lesz, ami Ferencvárosi 56-os történeteket dolgoz fel. Azok, akik megélték a forradalmat, írhatták le élményeiket, illetve a fiatalabbak ezzel kapcsolatos élményeiket, amiket nyilván a szülőktől, nagyszülőktől kaptak, illetve készíthettek interjút. És akkor elérkeztünk október 23-ához. Október 23-án délelőtt 10:30-kor az FMK-ban lesz a Ferencvárosi Ádámok és Évák 1956-os előadása. 1956-os történeteket állít színpadra a Bakács téri általános iskola,
a Vörös Sándor gimnázium és a Jasik Álmos művészeti szakközépiskola. Déli 12 órakor a Tompa utca 10 előtt fogjuk felavatni a Tompa utcai felkelők emlékére készült emlékművet. A következő esemény az pedig délután 2 órakor lesz a Bakács téren. Forradalmi pillanatok címmel a Turay Ida Színház idézi meg az 56-os forradalmat. Egy Bakács téri történetet dolgoznak föl fegyverropogással, korabeli járművekkel, úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk a fiatalokat, a családokat erre a programra, és ezt követően a kerül sor a Bakács téri emlékmű megkoszorúzására. Október 28-án a helytörténeti gyűjteményben nyílik egy nagyon érdekes kiállítás, 1956 a karikatúrában címmel. November 4-én a forradalom levelésének napján az Assisi Szent Ferenc, a Bakács téri Assisi Szent Ferenc templomban lesz egy egész napos áhítat, virasztás a forradalom és szabadságharc áldozatainak az emlékére, és este 7 órakor pedig egy belga kortárs zeneszerzőnek a requiemje fog elhangozni. Az Andor Ilona Baráti Társaság Kodály kórusának a közreműködésével ezt a requiemet egyébként Dominique Szözár belga zeneszerző az 50. évfordulóra készítette, és a bemutatója az 50. évforduló október 23-án Brüsszelben volt. Nagyon sok szeretettel várunk és hívunk minden Ferencvárosit, hogy közösen emlékezhessünk erre a csodálatos történelmi eseményre, ami 1956. október 23-a és november 4-e között zajlott Magyarországon és itt Ferencvárosban. Várják tehát Önöket a 60 évvel ezelőtti forradalomra emlékező eseményeken. További kellemes hetet kívánunk, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!